A 2010-ben Hargita megyében megalakult Robin and the Backstabbers koncertjével startolt a G.Pont Fest pénteken este. A Szent Imre utcai G.Pont Café zsúfolásig megtelt a modern rock zenét játszó zenekarral, komoly rajongótábor is érkezett udvarhelyre. Egyébként a jelenleg Bukarestben székelő együttes a napokban kapta meg, közönségszavazatok alapján, az év legjobb hazai zenekara címet. Szombaton este a nagyszebeni Guilty Lemon lépett fel a G.Pont Festen, ők a tavaly az első fesztiválon is itt voltak. A neo-soul-t, funkit, a blues-t és a jazz muzsikát ötvöző zenekar 2008-ban a Szebeni Jazz Fesztivál debüt díját is elnyerte, akárcsak az udvarhelyi közönség tetszését. A vasárnap az új ilyeté volt, az ifjúsági szervezet rendezésében délután a Kőkereszt téren 8 székelyföldi együttes koncertezett, többnyire helyiek, de Sepsiszentgyörgyről is érkeztek. Stábunk éppen az udvarhelyi Sztereogámot kapta el. Egyébként tavaly az új ilyet jóvoltából ők készíthettek lemezfelvételt az első G.Pont Festes fellépésük eredményeként. Idén a legjobb zenekar videóklippet készíthet. Az egyik legfontosabb célunk az, hogy az udvarhelyszéken élő ifjúságnak kultúrátmederben történő minőségi szórakozási lehetőséget biztosítsuk. Na most, mivel a tavaly az első G-Fest igenis mondhatjuk azt, hogy sikeresnek mondható, ezért úgy gondoltuk, hogy az idén is erre nagy hangsúlyt fektetünk, éppen ebből a célból hirdettünk meg egy olyan pályázatot, aminek az volt a célja, hogy helyi zenekaroknak lehetőséget biztosítsunk a megmutatkozásra, és ennek a fő díja az, hogy a legjobb zenekarnak biztosítunk egy videoklip elkészítését. A társszervező udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanács önkéntesei által hangulatosan berendezett könyvtár előtti tér késő délutánra már lassan megtelt. Szerintem nagyon változatos és egyedi. Mi a tavaly is végig voltunk az egész G-Fest alatt a koncertsorozaton. Nagyon-nagyon sok olyan együttesen lehet itt találkozni, akikkel sehol máshol. Tehát olyanokat ismerhetünk meg, akikről én személy szerint például nem is tudtam, hogy vannak. Például a tegnap esti koncert is fergeteges volt, nagyon-nagyon tetszett. Milyennek találod a G.Pont Festet? Hát nagyon is kellemes, a barátom miatt jöttem koncertre, tetszett, jó volt. És csak a mait nézed meg, vagy? Nem, valószínűleg holnap is eljövök. Igazából én nem is hallottam, hogy lesz G-Fest Fesztivál, vagy G-Fesztivál. Én tulajdonképpen látogatóban vagyok itt, úgyhogy csak úgy hirtelen, spontán jött ez a dolog, de jó, telik tetszik. Jónak találom, szerintem jó ötlet, és remélem, hogy jövőre is meg fogják rendezni. Nekem tetszik ez a 10 napos őrület, és remélem, hogy minden este lent leszek. De mit tartasz benne a legjobbnak, vagy mi az, ami igazából tetszik? Hát elsősorban, ami engem érdekel, azok az előadások, mozgásszínház, és szerintem jó a koncertek is, hogy minden nap változatos. És az előadókról, a fellépőkről mi a véleményed? Eddig egy koncertet hallottam, ezen kívül, a Sztereogámon kívül. A tegnap esti koncert nagyon bejött, nagyon tetszett. Lassan besötétedett, és a könyvtár bejáratánál ötletesen kialakított szabadtéri kocsma egyre több látogatót vonzott. Még itt kint, szabadtéren lépett fel a Kecskemét Jazz Orchestra. A népes magyarországi zenekar tagjai amatőr és profi zenészek, akik már régóta játszanak különböző jazz zenekarokban. Az együttes repertoárja széles és változatos, koncertjeiken főleg klasszikus szerzők művei hallhatók. Eközben a G.Pont Caféban már a jórész udvarhelyi zenészekből álló, de kolozsvári székhelyű The La Funk hangolt, majd hatalmas bulit adtak. Jazzy Birds kutya, Vukán György triója és végül a Kis Csillag, nagyjából ez a jövő vasárnapig tartó fesztivál zenei kínálata, amely igencsak változatos. Megpróbáltuk úgy összeválogatni a fellépőket, hogy minél színesebb legyen a zenei paletta, minél több műfaj képviselje magát. Egy bukaresti zenekarral indult a G.Pont Fest, meg az utolsó az a magyarországi Kis Csillag lesz. Ez azt jelenti, hogy kicsit a cél volt a multikulturalitás is? Nem feltétlenül, nem a multikulturalitás volt a cél, hanem a minőségi zene volt a cél. A zenén túl táncszínházi előadások, színház, irodalmi estek és táncház is szerepel a fesztivál programjában. A részletekért a G.Pont Fest honlapjára érdemes rákattanni, de a Facebookon is követhetők a történések. A fesztivál rendezvényei ingyenesen látogathatók.